Újabb olimpikonnal bővült a Dunaferese kajakkenu szakosztálya Vereckei Ákos személyében. A kétszeres olimpiai bajnok kajakosnak nem lesz új feladat az edzősködés, hiszen ahogyan azt elmondta, már pályafutása befejezése előtt megpróbálkozott az edzői hivatással. Már amikor 2013-ban váltottam, ugye átálltam az erőnek az úgynevezett sötét oldalára, vagyis szakember lettem, akkor nem volt olyan nagyon nehéz lépés, hiszen én már 4 éve ugye foglalkoztam azzal, hogy edzéstervezés, meg edzéseknek az összeállítása versenyidőszakban, versenyidőszakon kívül, és akkor elmentem Vietnámba dolgozni. 2 évet voltam ott, a közép- és dél-vietnámi válogatottnak voltam mondjuk így a vezetőedzője. Vajda Attila, a kenu szakág edzője elmondta, elengedhetetlen a szakmai stáb kiemelkedő munkája, hiszen az egyesületnek komoly céljai vannak. Legfontosabb feladatuk 2019-ben, hogy felnőtt versenyzőik Hajdú Jonatán és Kis Balázs olimpiai kvótát szerezzen, hiszen erre nekik jelenleg reális esélyük van. A távolabbi célok között egyértelműen első helyen áll a 2020-as tokiói olimpián való sikeres szereplés. Nagyon komoly céljaink vannak 2019-es évre. A Zsolt által elmondottak ezt tényleg lehetővé teszik, hogy merjünk álmodni, és megpróbáljunk a lehető legkomolyabban segítséget nyújtani a jelen pillanatban itt kiemelt két versenyzőknek, Hajdú Jonatánnak és Kis Balázsnak. Ebben a pillanatban ők ketten vannak, akik legközelebb vannak az olimpiai indulás lehetőségéhez, de persze van egy második tábor is, akik az ő felkészésüket is segítik. Tehát nyilván a csapat létszáma sokkal több, de ők ketten vannak jelen pillanatban azok a versenyzők, akiknek reális esélyük vannak arra, hogy kijussanak az olimpiára. Az edzői stáb megerősítése mellett az egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy sportolóiknak minden feltételt biztosítsanak a fejlődéshez, külön figyelmet fordítva a szellemi és lelki felkészülésre is. Akinek az adott életkorának megfelelően, amire éppen szüksége van, vagy lehet, azt meg fogjuk adni. Nyilván egy felnőtt támogatás, a felnőtt csoport világbajnoki olimpiai felkészülésének a támogatása, az lényegesen több olyan dolgot foglal magába, ami szükséges, mint mondjuk a másik végén, ugye a gyerekek, a kezdő gyerekek, vagy mondjuk a gyermek, a kölyök korosztálynak a menedzselése. A sportegyesület egyik kiemelt célja, hogy a versenyzői bázis növelése mellett azoknak is lehetőséget biztosítsanak a vízisportok kipróbálására, akik csak szabad idejükben szeretnének sportolni.